Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a lelkedben. Kedves testvérek, lélekben az utolsó vacsora termében vagyunk ma mindannyian, ahol Jézus két szentséget alapít, az eukarisztiát, az oltári szentséget, saját testének és vérének szentségét, amikor a kenyeret és a bort úgy osztja szét apostolainak, mint amely által az ő keresztáldozatában részesülhetnek, mint amelynek magukhoz vétele által ők is ott állhatnak a kereszt alatt, és mi, akik 2000 év után ugyanebben a kenyérben és borban részesülünk, lélekben ott állhatunk a kereszt alatt, és elfogadhatjuk Krisztus értünk ajánlott áldozatát. De alapította Jézus ott az utolsó vacsora termében az egyházi rend szentségét, a papság szolgálatát is, amikor apostolaira tekintve ezt mondta nekik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A délelőtt folyamán ezúttal a kecskeméti társszékes egyházban jött össze az egyházmegye papsága, ahol megújítottuk papi fogadalmainkat és elkötelezettségünket Krisztus pásztoraként abban a szolgálatban, amelyre ő meghívott. Most pedig minden templomban, így a mi templomunkban is az utolsó vacsora szentmiséjére jöttünk össze, amikor hálás szívvel megemlékezünk az eukarisztia alapításáról. Öröm számunkra, hogy ebben a szentmisében két felnőtt járul az első áldozás szentségéhez itt Kicsunhalason. Imádkozzunk értük, imádkozzunk a családjaikért, és azért, hogy minél többen azok közül, akik még nélkülözik Krisztus áldozatát, fölismerjék annak fontosságát az életükben. Vizsgáljuk meg most a lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek.
Könyörögjünk! Istenünk, annak a szent vacsorának megünneplésére jöttünk össze, amelyen egyszülött fiad új és örökre szóló áldozatát és szeretett lakomáját halála előtt az egyházra bízta. Kérünk, segíts, hogy ebből a nagy misztériumból a szeretet és az élet teljességét meríthessük. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes második könyvéből. Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban. Ez a hónap legyen számotokra a kezdő hónap, ez legyen az év első hónapja. Hirdessétek ki Izrael egész közösségének. A hónap 10. napján mindenki szerezzen egy bárány családonként, egy bárányt házanként. De ha a család kicsi egy bárányhoz, akkor a személyek számának megfelelően a szomszédos családdal együtt vegyen egyet. Azt szerint számoljátok a meghívattakat, hogy ki mennyit eszik. Az állat legyen hibátlan, hím és egyéves. Vehettek bárányt vagy kecskét. Tartsátok a hónap 14. napjáig, akkor Izrael közösségének egész gyülekezete este felé vágja le. Vegyenek a véréből, és kenjenek belőle annak a háznak a két ajtófélfájára és szemöldökfájára, amelyben elköltik. A húsát tűzön megsütve, még akkor éjszaka egyék meg. Kovásztalan kenyérrel és keserű salátával fogyasszák. Így fogyasszátok. Legyen a derekatok felövezve, saru a lábotokon, bot a kezetekben. Sietve egyétek, mert ez az Úr átvonulása. Én végigvonulok azon az éjszakán Egyiptomon, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptomban. Embert és állatot, s ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött. Én az Úr. A vért használjátok annak a háznak a megjelölésére, amelyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak benneteket. Titeket nem ér a megsemmisítő csapás, amelyel Egyiptomot megverem. Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét. Nemzedékről nemzetékre tegyétek meg ünnepnapnak, mindörökre. Ez az Isten igéje. Az Úrnak mi volt
Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek. Urunk Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt. Ez a kehely az új szövetség kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre. Amikor ugyanis kenyeret eszitek, és a kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el őt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy ő Istentől jött, és Istenhez tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt, és a derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótálba, és mosni kezdte tanítványainak a lábát, majd a derekára kötött kendővel meg is törölte. Amikor Simon Péterhez ért, az így szólt: Uram, te akarod megmosni az én lábamat? Jézus így felelt: Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted. De Péter tiltakozott: Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha. Jézus azt felelte: Ha nem moslak meg, nem lesz semmi között hozzám. Erre Péter így szólt: Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is. Jézus azonban kijelentette: Aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja. Azért mondta: Nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk: Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnatok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az imént hallottuk az evangéliumban az utolsó vacsora történetének kezdetét a lábmosás jelenetével.
a nagycsütörtöki liturgiában fölelevenítjük ezt az eseményt, és mintegy eljátsszuk, de lélekben azonosulunk is Jézusnak a lábmosó alázatával. Ő, aki tanítványai lábát megmosta, a mi lábunkat is megmossa. Ő, aki tanítványainak bűneit el akarta venni, a mi bűneinket is elveszi. Kérem, hogy a segítők fáradjanak ki, és kezdődjék el a lábmosás jelenetének fölelevenítése. Oh,
Kedves testvérek! Egy férfi került be egyre súlyosbodó csontrákkal a kórházba. Az orvosok rögtön látták, hogy nem sok remény van, de azért megpróbálkoztak néhány kemoterápiás kezeléssel. Azonban ezek a kezelések még inkább kiszívták a férfi maradék életerejét, és végstádiumba került. Az utolsó napokban már szinte ápolni sem merték, hiszen minden hozzáérés fájdalmat okozott a betegnek, minden érintés elviselhetetlen kínokat okozott. A feleségét is csak néhány percre engedték be hozzá, hogy kettesben lehessenek. Az egyik éjszaka, amikor az osztályos nővér leoltotta a villanyokat, még egyszer körbejárta a kórtermeket egy utolsó ellenőrzésre aznap, és amikor benyitott ennek a férfinak, akit Károlynak hívtak a szobájába, egy apró fénypászma, ami a megvilágított folyosóról beszűrődött a résnyire kinyitott ajtón, éppen rávetődött Károly ágyára. A nővér megdöbbenésében szinte földbe gyökerezett lábbal sarkig tárta az ajtót. Azt látta ugyanis, hogy Károly a hátán fekszik az ágyban, abban a pozícióban, ami a lehető legkényelmetlenebb és a legfájdalmasabb volt a számára, de valaki ott fekszik még mellette. Ott feküdt mellette a felesége, fejét a beteg férfi karján nyugtatva, és összegömbölyödve, hozzábújva aludt. A lélegzete egyenletesen sípolt. A nővér először fölháborodásában indulatosan föl akart kiáltani, hogy azonnal jöjjön ki az ágyból, miért okoz a férjének ekkora fájdalmat. De akkor egyszer csak azt látta, hogy Károly ébren van, a szemei az ő szemeibe kapcsolódnak, és először azóta, amióta a kórházba került, még halványan el is mosolyodik. És suttogásra nyílt a szája, nagy nehezen kipréselte magából ezeket a szavakat. Minden jól van. Minden a lehető legnagyobb rendben van. A nővér egy pillanatig habozott, aztán amennyire csak tőle telt, halkan betette az ajtót, és könnyes szemmel sietett tovább. Kedves testvérek, a mai evangéliumban Péter ismét óvni akarja valamitől Jézust. Péter ismét fölemeli a szavát, ismét már nem először és nem is utoljára megpróbálja Jézust megóvni valamitől, ami szerinte Jézus számára szenvedést okoz, ami számára megalázó, ami nem méltó a Mesterhez. Péter sokszor teszi ezt. Emlékezzünk csak vissza néhány ilyen evangéliumi jelenetre, amikor Jézus először beszél arról, hogy az ember fiának szenvednie kell, hogy a vének és írástudók kezére kerül, hogy megölik, akkor Péter félrehívja őt, és szinte kiabálva felelősségre vonja. Ments Isten, Uram, ilyesmi nem történhetik veled. Vagy ott az olajfák hegyén, hogyan rántja elő a kardját Jézus védelmében, és esik neki Jézus támadóinak, és vágja le a főpap egyik szolgájának a fülét. Itt is menteni, szabadítani akarja a Krisztust. Indulatosan és erőszakkal. Az iménti evangéliumban pedig az ellen ágál, hogy a Mester, aki mindnyájuk ura, aki maga a Messiás, meg akarja mosni az ő lábát. Az én lábamat ugyan meg nem mosott soha, még hogy a rabszolgáknak a munkáját végezze a Messiás. Hogyan lehetséges ez? Hogyan is engedhetné ezt? Igen, Péter óvni, menteni, szabadítani akarja az ő mesterét, távol tartani minden szenvedéstől, távol tartani minden megaláztatástól, távol tartani mindattól, ami méltatlan szerinte a Messiás küldetéséhez. De figyeljük meg, hogy Jézus minden esetben milyen indulatosan reagál ezekre a mentési szándékokra, milyen keményen szól Péterhez. Amikor félrehívja őt, és a szenvedéstől akarja visszatartani, akkor Jézus ezt mondja, távozz tőlem, Sátán, mert emberi módon gondolkodol, és nem az Isten tervei szerint.
micsoda kemény szavak. Ott az olajfák hegyén, amikor kardot ránt az ő védelmében, Jézus ezt mondja neki, tedd a hüvelyébe a kardodat, talán ne igya meg ki a kelyhet, amelyet az atya adott nekem. Az imént a lábmosás jelenetében pedig, amikor Péter ágálni kezd, az én lábamat meg nem mosott soha, akkor Jézus ezt mondja, ha nem moslak meg, semmi közöd nem lesz hozzám. Micsoda kemény szavak. Semmi dicséret, még csak egy mosoly sem. Péter nyilvánvaló jó szándékáért, hogy óvni akarja az ő mesterét, hogy védelmezni akarja, akit szeret. Nem, hanem kemény szavak, kemény rendreutasítás. Vajon miért? Hiszen annyira emberi Péternek a reakciója, annyira emberi. Ki ne óvná, ki ne védelmezni azt, akit szeret? Ki az, akinek tetszene, hogy szenvedni lát, megaláztatni lát valakit, aki kedves a szívének? Persze, hogy minden ember óvni, védeni, szabadítani akarja a bajtól azt, aki fontos számára. Nem szereti látni azt, hogyha megalázzák azt, akit szeret. Igen, teljesen emberi reakció. Azonban ez még nem jelenti azt, kedves testvérek, hogy mindig helyes is. És főleg nem, azt nem jelenti, hogy mindig lehetséges is megszabadítani a fájdalomtól, a szenvedéstől, a megaláztatástól azt, aki fontos számunkra, akit szeretünk. Kedves testvérek, ha pedig nem mindig lehetséges, akkor bizony előfordul, hogy sokkal nagyobb bajt okoz az, aki alkalmatlankodva védelmezni próbálja azt, akinek szenvednie kell, talán még nagyobb bajba taszítja azt, akinek az a sorsa, az Istentől adott rendeltetése, hogy most megaláztatást szenvedjen el. Igen, kedves testvérek, ezt az alkalmatlankodást utasítja vissza Jézus. Nem Péternek a szeretetét, de a szeretet most éppen azt követeli meg, hogy az, akit szeretünk, azt szenvedni lássuk. Magunk is kínlódva, de elviseljük az ő kínlódását, magunk is gyötrődve, de tudjunk az ő gyötrődő arcába nézni, együtt szenvedni vele, együtt vállalni a megaláztatást. Igen, kedves testvérek, a szeretet ebben a helyzetben ezt követelte meg Pétertől, ezt követelte volna meg Pétertől. Péter, amikor lázad ez ellen, akkor igazából helytelenül cselekszik. Jézus két ok miatt, olyan kemény Péterrel, két ok miatt utasítja rendre olyan szigorúan Pétert. Az egyik az, hogy szegény jó Péter az ő félreértelmezett szeretetéből pont a küldetésétől akarja visszatartani őt. Attól akarja óvni, ami Jézus életében a leglényegesebb. A küldetésének a lényegétől akarja visszatartani. A másik ok pedig, ami miatt Péter ilyen kemény rendreutasításban részesül, az, hogy éppen ő, pont ő, a főapostol, az egyház későbbi feje, ő az, aki ezt meg akarja tenni. Kedves testvérek, ahogyan a Szentmise bevezetőjében is említettem, a mai napon nem csupán az eukarisztia, az oltári szentség alapítását ünnepeljük, hanem a papi rendnek, a papi szolgálatnak, az egyházi rendnek az alapítását is. Azok, akik erre a szolgálatra vállalkoznak, testvérek, azok nem a dicsőség, nem a sikeres menetelés útját választják. Micsoda félreértés áldozataivá lesznek azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy ahol Isten ügyéről van szó, ott egyértelmű a siker, ott csak is a dicsőségnek a megnyilvánulásai elfogadhatók. A ragyogás, a szépség, a nagyság. Ahol Isten ügyeiről van szó, ott semmiféle helye a kudarcnak, ott semmiféle helye a szenvedésnek, ott semmiféle helye az áldozatnak. Micsoda félreértés az, amikor valaki úgy gondolja, hogy ahol az egyházban jelen, vagy az egyház működik, ott egyértelműen mindig mindennek rendben kell mennie, ott a tökéletes emberek gyülekezete jön össze. Nem, nem így van, kedves testvérek. Amikor Isten ügyeiről szó van, amikor valahol az egyház működik, akkor bizony olyan emberek közössége van jelen, akikben szintén ott van a bűnök okozta sebzettség. Olyan emberek közössége van jelen, akiknek szükségük van Jézusnak a lábmosó alázatára. Szükségük van arra, hogy a Mester hosszan, fáradtságosan, sokszor fájdalmasan tisztítsa meg őket az ő sebeiktől, az ő gonoszságaik okozta kosztól, piszoktól.
Kedves testvérek, a történelem során mindig is voltak olyan emberek és emberi csoportosulások, akik nem tudtak azonosulni az egyházban is jelenlévő bűnökkel, az egyházban is jelenlévő bűnös emberekkel, akik úgy gondolták, hogy ilyenkor el kell szakadniuk, meg kell teremteniük a maguk tökéletes és tiszta egyházát. Természetesen lehet azt mondani, hogy ez valamilyen szempontból nemes emberi törekvés, de legalább ugyanannyira meddő is. Ráadásul nem azonosul Krisztusnak a lábmosó lelkületével, hiszen Krisztus azért mosta meg az ő tanítványainak a lábát, és azért hagyta példaként az ő apostolaira, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg, mert tudta azt, szembesült azzal, hogy amíg világ a világ, amíg ember az ember, addig az ő tanítványainak is, és az ő követőiknek is szükségük van lábmosásra, szükségük van arra, hogy maga a Mester tisztítsa meg őket bűneiktől és sebeiktől. Kedves testvérek, Jézus tehát arra biztat bennünket, hogy bennünket papokat is, hogy fogadjuk el az egyháznak a gyöngességeit. Fogadjuk el azt, hogyha nem vagyunk győzelmi helyzetben. Fogadjuk el azt, hogyha kudarcokkal szembesülünk. Fogadjuk el azt, hogyha mi magunk is bukdácsolunk. Fogadjuk el ugyanakkor Jézusnak a megbocsátó szeretetét, lábmosó alázatát. A másik mondat, ami elhangzik ott az utolsó vacsorán, és amelyet igazából az oltári szentség alapításának tartunk, így hangzik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Micsoda félreértés lenne, kedves testvérek, hogyha mi papok ebből a mondatból csak azt a következtetést vonnánk le, hogy tehát az a dolgunk, hogy minél fényesebb külsőségek között, minél díszesebb miseruhákban, minél csodálatosabb énekhangok közepette, aranykelyhekben, gyönyörű terítőkön bemutassuk a szentmisét, az oltári szentség áldozatát. Vajon nem lenne benne ebben a mondatban az is, ami ennek az áldozatnak a lényege? Hogy fölvállaljuk a kereszt áldozatot Krisztussal, elhordozzuk a szenvedéseket, a terheket, a magunk szenvedéseit és terheit, és a ránk bízott hívek szenvedéseit és terheit. Bizony ez is benne van. És Péter talán azért óvatoskodik annyira, Péter azért próbálja mindenáron visszatartani az ő mesterét a szenvedéstől, a fájdalomtól, a megalázottságtól, mert saját magát is félti, hiszen tudja ő, hogy Krisztus követésére lett meghívva. Tudja ő, hogy Krisztus munkájának a folytatására lett meghívva. Igazából fél attól, amit Jézuson lát, akkor, amikor lehajol és megmossa a tanítványok lábát. Fél attól, amikor látja, hogy Jézust elfogják. Fél attól, hogy Jézusnak szenvednie és meghalnia kell, mert önmagát is félti. Ez a félelem mutatkozik meg a háromszori tagadásában, amelyről holnap majd megemlékezünk a passióban. Azonban Jézusnak a föltámadása, a föltámadottal való találkozás, és még inkább a Szentléleknek az eljövetele átalakítja fokozatosan Pétert, és egyre inkább elfogadja, hogy mit is jelent apostolnak lenni. Egyre inkább elfogadja a Mesternek a sorsát, és saját sorsává teszi, ő is engedelmes lesz a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Hiszen ugyanúgy kereszten halt meg, ahogyan az ő mestere. Kedves testvérek, nagy csütörtök estéjén imádkozzunk azért, hogy mi papok és mi keresztények mindannyian tudjunk azonosulni Jézusnak a lábmosó alázatával. Tudjuk elfogadni azt, hogy a kereszténységnek a sorsa itt a földön soha nem lesz a problémamentességnek, a minden gondoktól mentes sikernek, a dicsőségnek, a ragyogásnak a sorsa. Tudjuk azt elfogadni, hogy újra és újra rászorulunk a Jézustól kapott erőre, a Jézustól kapott megtisztulásra, de ugyanakkor higgyünk bátran abban, hogy a Jézustól kapott erő minden akadályt legyőz, és a Jézustól kapott megtisztulás teljesen fehérré, teljesen tisztává tesz minket. Amen. Testvéreim, kérjük a mennyei atyát ebben az ünnepi órában, amikor isteni főpapunk Jézus Krisztus ránk hagyta szenvedésének emlékét, az oltári szentséget.
Könyörgünk, Urunk, szent egyházadért, a pápáért, a püspökökért, a papságért és a hívekért, hogy kegyelmed őrizzen meg mindnyájunkat hitben, egységben és szeretetben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörgünk, Urunk, az egész világ békéjéért, népünk jólétéért és hazánk vezetőiért. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörgünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik Jézust elhagyták. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörgünk, Urunk, hogy az oltári szentség magunkhoz vétele hívő közösségünket a szeretet családjává tegye. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörgünk, Urunk, elhunyt szeretteinkért, hogy a szent áldozat gyümölcseként felragyogjon előttük az örök élet boldogító világossága. Kérünk téged, őrizd meg, mennyei atyánk, mindenható örök Isten, mindazokat, akiket szent fiadnak adtál, hogy mindannyian egyek legyünk, és szent hitünkben megerősödjünk Krisztus, ami Urunk által. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyházának. Kérünk, Urunk Istenünk, segíts, hogy méltón ünnepeljük ezeket a szent titkokat, mert valahányszor ennek az áldozatnak emlékét megüljük, a megváltás műve valósul meg bennünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük fel szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mi? Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az utolsó vacsorán apostolaival együtt étkezett, és örökül hagyva üdvösségszerző kereszt halálának emlékét, feláldozta önmagát, mint szeplőtelen bárány, tökéletes dicsőítő ajándékul néked. E szentséges titok által táplálod és megszenteled hívő népedet, hogy a földkerekségen minden ember az egy hit világosságában éljen, és szeretetben forjon egyé. E csodálatos szentség asztalához azért járulunk, hogy boldogító kegyelmet töltsön el minket, és egyre jobban magunkra öltsük szent fiadat, Jézus Krisztust. És ezért zengi néked az imádás új énekét, minden élő a mennyben és a földön. Mi pedig az angyalok egész kórusával együtt, hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül zengjük. Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk föl néked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal Benedek pápánkkal, Balázs főpásztorunkkal és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról és szolgálóidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot fölajánljuk, vagy akik ezt fölajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. Amikor most megünnepeljük azt a szent napot, amelyen a mi Urunk Jézus Krisztus érettünk áldozatul adta magát, a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünknek és Urunk Jézus Krisztusnak édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről,
Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádi apostolaidról. Linus, Klétus, Kelemen, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizagon, János és Pál, Kozma és Damián vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt, tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottaid körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához. Majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálát tétek, Urunk, és hitával jött fel támadásra. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból fölajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be néked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod, vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról és szolgálóidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk,
Te mindezeket a javakat, mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor nagy bizalommal így imádkozhatunk hozzá. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És veletek. Köszöntsétek egymást a békejelével. Legyen és íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvérek, nagy csütörtökön az oltári szentség alapításának ünnepén két szín alatt, Krisztus testének és vérének színe alatt áldozunk. Először azok járuljanak majd az oltári szentséghez, akik először részesülnek az eukarisztiában, akik első áldozók. Lehet Krisztus testének és vérének színe alatt szintén nyelvre és kézre áldozni. Aki kézbe szeretne áldozni, azokat tisztelettel kérem, hogy egyértelműen jelezzék azzal, hogy előre nyújtják a kezüket, és amikor Krisztus testét mondva a Szent Ostját a tenyerükbe helyezem, ők maguk mártsák azt be Krisztus szent vérébe. Thank you.
Könyörögjünk! Kérünk mindenható Istenünk, hogy amint most az utolsó vacsora táplálékával megerősítesz minket, tégy egykor szent fiad örök lakomájának részesévé, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, a mai napon megünnepeltük az utolsó vacsora emlékezetét, az oltári szentségnek és az egyházi rend szentségének alapítását. Az oltári szentség elvitelével és az oltárfosztással befejeződik a mai liturgia. A szent liturgiának része volt a harangok és csengők elhallgatása, az orgona elhallgatása, az öröm hangjainak elnémulása, és az oltárfosztás is ugyanezt a lelkületet fejezi ki. Az oltár lecsupaszítása, üressége kifejezi azt, hogy Krisztus az életét adta értünk, Krisztusnak a halálát elevenítjük föl ebben a szertartásban is. Holnap nagypénteken, Krisztus halálának emléknapján reggel 9 órakor énekes Zsolozsmával kezdjük a napot, aki teheti, vegyen részt ezen a közös imádságon itt a templomban. Délután 3 órakor lesz a keresztút Jézus halálának emlékezetére, és utána a keresztút után az esti szertartásig, a félhetes szertartásig folyamatosan jónási lehetőséget biztosítunk a kedves hívek számára. Este 6:30 kezdődik el a nagypénteki szertartás a passióval és a kereszthódolattal. Holnap után nagyszombaton az egyház csöndbe hátrahúzódik, visszavonul Jézus sírjához. Reggel 9 órakor lesz a közös zsolozsma, azt követően pedig egészen délután 3 óráig a szent sírhoz jöhetünk imádkozni. A gyónási lehetőség szintén 9 órától délig, illetve 1 órától délután 3 óráig lesz biztosított a kedves hívek számára. Hogyha nem találnak meg bennünket itt a templomban, akik gyónni szándékoznak, nyugodtan jöjjenek és kopogjanak be, vagy csöngessenek be a plébániára. Itthon vagyunk, és erre a szolgálatra készen állunk a holnapi napon. Annál is inkább, mivel húsvét napján már a sokféle egyéb szolgálat miatt, ahol jelen kell lennünk, nem tudjuk a Szent Gyónásnak a lehetőségét biztosítani. Húsvét liturgiája a fény liturgiájával holnap este 7:30 ilyen tájon kezdődik el, remélhetőleg az udvaron. Az éjszakai liturgiát követi majd azután másnap, húsvét vasárnap az ünnepi szentmiséknek a sora, 8:30, 10:00 és este 7:30. A húsvéti körmenetre a 8:30 és a 10:00 szentmise között körülbelül 9:30 kerül sor. Húsvét hétfőn csak 9:30 és este 7:30 lesz szentmise templomunkban. Most pedig az oltári szentséget visszük el a mellékoltárhoz, és amiután a liturgia befejeződik, este 10:00 virasztunk, imádkozunk az oltári szentség előtt Jézus Krisztussal. Szeretettel hívunk, várunk mindenkit erre a virasztásra. A 2 órás virasztásnak az első fele az a fiatalok által vezetett énekes, emélkedéses, verses szentségimádás lesz, azt követően pedig körülbelül 9:00-tól 10:00-ig csöndes szentségimádásra, virasztásra lesz lehetőség a templomban.